Szüleink nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit Újrai Tanuló téren. Ha megszokhatták, hogy pénteken 1 óra, akkor itt a Harmóniai Ügyenes Térzene koncert. A mai napon a Ricardo köszönhetjük nálunk. Berki Armand az zongoraművészt és Hugo Csaba fújaművészt. A Nyíregyházi Vikárságról Zeneiskola művésztanárai a reneszánszról napjainkat válogattak a zeneirodalom gyöngyszemeiből. De nem csak reneszánsz dallamokat, hanem mai könnyű zenei feldolgozásokat is hallhatnak. Tényi zongorán, ami külül nagyszámít. Fogadjuk nagyon-nagyon sok szeretettel a Vikárt. Köszöntöm Önöket! Első műsorszámként régi magyar reneszánsz táncdallamokból válogatunk össze egy csokrot. Hát könnyen lehet, hogy mindegyik, de a dallamok nagy része biztosan ismerősen fog csengeni mindenkinek. Időben egy kicsit tovább utazva a barokk korszak felé vesszük az irányt, és Georg Friedrich Händel egy Kúria szonátájából játszunk 2 tételt.
mindig maradunk a barokk korszakban, és a másik, szinte mindenki által ismert barokkori zeneszerző Antonio Vivaldi. Négy évszak című hegedű verseny sorozatából hoztuk el a tél egyik képet. A következő zenetörténeti korszakunk, amit meglátogatunk, az a romantika lesz. Vagy a kortárs zene. Ha maradunk a romantikánál, és egy Chopin zongora darabot fogunk hallani. Thank you.
komoly zenei blokkunk utolsó műsor számában valóban érinteni fogjuk a kortárs zenét. A 20. századi zeneszerző amerikai Gordon Jekyll túljára és vonószenekarai szvittjéből hoztunk el egy képet. Feltűnt önöknek, hogy zongorából csak egyfajtát látunk, de furujából több fajtával találkoztunk itt a darabok során. Szeretném ezeket röviden bemutatni. Az általam eddig játszott legkisebb furuja, ez a szoprán furuja. Ezzel találkozhatunk már gyermekek, unokák otthon gyakorlása vagy óvodában gyakorlása során. Tőle egyen nagyon méretű. Az alt furuja, és ennek tükrében mélyebb is lesz a hangja. Ő is megszólalt ma. Aki még nem szólalt ma meg, de meg fog, megígérem. Az a tenor furuja, ő már még egyen nagyobb. És akkor itt már fel is tűnhetett valakinek, hogy az ének szólamok alapján vannak elnevezve a hangszerek is. Szoprán, alt, tenor és basszus, amit nem tudtunk magunkkal hozni. De ő még nagyobb és még mélyebb a hangja. És azért mondtam, hogy az általam játszott legkisebb furuja, mert hogy van egy még kisebb furuja is, ez már itt is elférne, akár. Ő a sopranino, és hát neki meg még magasabb hangja lesz, mint a szoprán furuja. Ezt megmutatom. Férfi embernek ezen már nehezebb játszani, mert alig fér el az ujja. És akkor elérkeztünk műsorunk második blokkjához, ahol kicsit könnyedebb vizekre eveznénk. Külön érdekesség lesz, hogy hoztunk olyan könnyűzenei dalt, ne hívjuk darabnak, ahol a furuja lesz a szóló hangszer.
Legtöbbször klasszikus vagy népzenei művekben találkozhatunk a Fúriával, de ma megpróbáltuk a lehetetlent, és sikerült vele könnyű zenét is játszani, úgyhogy fogadják majd szeretettel. A blokk első műsorszáma Paul Anka My Way zongora feldolgozása. Következőkben ismét egy amerikai kávézó
teraszára képzelhetjük magunkat. És kellemes pár zene jelleggel különböző populáris gyöngyszelek válogatását hallhatjuk. Kicsit szomortás a hangulatom.
kicsi szomorkodás után örüljünk annak, hogy ilyen szépen süt a nap, itt ülhetünk együtt is. Mi annak örülünk, hogy önöknek zenélhetünk, reméljük önök pedig örülnek annak, hogy minket hallgathatnak. Szóljon a következőben, What a Wonderful World! Thank you.
köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, és további szép napot kívánunk!